A meccset megelőző néhány napban edzőváltozás történt a Paksi FC-nél. Ostermayer Gábortól gyors háttérbeli döntést követően Bognár György, a volt 50-szeres magyar labdarúgó válogatott, vette át a Paksi FC irányítását. Amíg karanténban lévő, vagy éppen sérüléssel bajlódó olyan kulcsembernek számító játékosok, mint Szélpál Norbert, Böde Dániel, Ádám Martin, vagy éppen Bognár István továbbra sem állt az edző rendelkezésére. Az idei első győzelem, minimum az egy pont megszerzése felettébb fontos volt. Az MB2-es Budaörstől érkező edző bízott a fiatal és eddig kevesebb lehetőséget kapott olyan játékosok helytállásában, mint Lorenz Kulcsár, Szakály, Hán, Haraszti, Csősz, vagy a kapuban a rutinos Hegedűs Lajos. Akik valamennyien éltek a lehetőséggel, a bizonyítási vágytól is fűtve oda tették magukat végig a mérkőzésen, és taktikailag is jelesre vizsgáztak. A Paksi győzelemhez egyébként egy merész bognári taktikai húzás is kellett, amit eddig nem játszott a PFC. Ez pedig a föltolt védekezési formációból induló letámadás, amivel abszolút megzavarta, szétszette a Paks az MTK sokpasszos kombinatív fociát, és a visszatámadásokból sok veszélyes támadást tudott vezetni, mitöbb 11-eseket kiharcolni, gólokat szerezni a hazai csapat. Nyilván az ettől meglepett és önmagához képest tompábbnak tűnő, a bajnokságot remekül kezdő fővárosiak 4-0-ás legyőzésében szerepet játszott az is, hogy az MTK valamivel több mint egy fél időn át Baki kiállítása miatt 10 emberrel játszott. Ettől függetlenül az új seprű jól sepert, a paksiak új taktikai felfogása sikerre az első idei győzelemhez vezetett. Ez számomra is egy kellemes meglepetés volt, hogy ennyire átérezték, hogy mit akarok velük, vagy mit akarok másként csinálni, mint eddig. Igen, agresszívebbek voltak, bátran kimentek az ellenfél térfelére. Azt gondolom, ez volt, amit első lépésben én új dologként szerettem volna, és azért is köszönöm nekik, mert azért ilyen rövid idő alatt ráérezni erre, az szerintem nagyon komoly bravúr volt a részükről. Mindössze 4 edzést tartott a mérkőzés előtt Bognár György, a 80-as évek magyar válogatottjának meghatározó játékosa, aki érdekes módon ilyen szakmai múlttal és kellő edzői végzettséggel a birtokában csak idáig belekóstolt az NB1-be, jobbára a második vonalban edzősködött Paksra érkezése előtt. Attól, hogy valaki 4-5-1-et játszik, az nem azt jelenti, hogy nem támadhat le és nem védekezhet labdafelé. Nem a felállási forma dönti el a játékrendszert, hanem az a filozófia, amit kérünk a játékosoktól. A most szerepet kapott többnyire fiatal játékosok vajon bejátszották-e magukat a csapatba? Hol lesz a helye ebben a letámadó PFC-ben Bödének, Ádám Martinnak, a statikust képviselő játékosoknak, éppen az edző irányító típusú középpályás fiának, Bognár Istvánnak, aki eddig kezdőként szerepelt a csapatban. Ugye a Böde sérült, az Ádám Martin játékára számítottam volna egyébként az elképzeléseimbe, de sajnos sérült, ezért nem tudott most rendelkezésre állni. Igen, benne van nyilván az, hogy azzal egy más típusú játékot is tudunk játszani. Amit már korábban Ostermayer Gábor is kipróbált, például Ádám és Böde egyidejű szerepeltetésével, ami szakmai és szurkolói berkekben vegyes benyomást keltett. Az új edző régóta kapcsolatban állt a PFC-vel, olykor tanácsokat is adott nekik. A klub filozófiája nagyon közel áll hozzá. Engem nem az NB1 motivált, hanem a Paks motivált. Abba gondolkoztam, hogy ebbe a klubba szerintem lehet jó futballt csinálni, a filozófia azt a magaménak érzem, és az, hogy most NB1 vagy NB2, ugyanazt kell csinálni. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó helyre kerültem, és ez valóban egy kihívás, szeretném is megoldani. A csapat elmozdult ezzel a győzelemmel az utolsó helyről, jó a hangulat a pályán és az öltözőben. Felettébb izgalmas kérdés szakmai és szurkolói berkekben, mire lesz képes az egyetlen csak magyarokból álló csapat a külföldiekkel nyáron tovább erősödő riválisokkal szemben.